Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkedben. 2015. november 1-e Minden Szentek ünnepe. Minden Szentek napjának délutánja a Balatonszentgyörgyi temetőben ünnepi szentmise, és utána requiem. Ma 15 évvel ezelőtt szenteltük fel, áldottuk meg ravatolozónak ezt a fölépített részét, ahol most állunk. 15 év, nagy idő. Most emlékezünk szeretteinkre. Először is szüleink, családtagjaink, testvéreink, és mindazok, akik nevelőink, munkatársaink voltak, és itt pihennek a Szentgyörgyi temetőben. De emlékezünk még mindazokra, akik ugye nincsenek itt eltemetve, nem itt pihenik örök álmukat, hanem vagy országon belül, vagy országon kívül. Emlékezzünk rájuk is. Szentmise áldozatunkat ajánljuk fel tehát szeretteinkért, hogy ha ne talán te nincsenek Isten végtelen szeretetében, akkor minélőbb a mi imádságunk által is oda kerülhessenek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és övezessen el az örök életre. Adj nékik, Urunk, örök nyugodalmat, árazd el őket mennyei fényességeddel. Teremtés megváltó Istene, töröld el gyermekeid minden bűnét, hogy egyedül könyörgéseinkre megkaphassák a bocsánatot, amelyre mindig vágyakoztak. Mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön öröké. Amen. Olvasmány a Siralmak könyvéből. Messze űzték lelkemből a békét, elfelejtettem a boldogságot. Erre így szóltam. Nincs már célja életemnek, sem reménységem az Úrban. Uram, emlékezzél meg nyomorúságomról és szenvedésemről, az ürömről és a keserűségről. Lelkem folyton ezen töpreng, és már-már összeroskadt bennem. Ezeket fontolgatom szívemben, hogy felébredjen bennem a remény. Az Úr irgalma nem fogyatkozott meg, jósága és kegyelme kimeríthetetlen. Minden reggel felismerem, nagy a te hűséged. Lelkem ezt mondja, az Úr az én osztályrészem, ezért remélek benne.
Jó az Úr azokhoz, akik benne bíznak, jó a lélekhez, aki keresi őt. Jó dolog csendben várakozni, mert Isten megszabadít. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Könyörű Istenem, ha meghalt Szentpál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ha egynek bűnbeesése következtében eluralkodott a halál, mennyivel inkább uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják. Amint tehát egynek bűne minden ember kárhozatot hozott, úgy egynek igaz volt amiatt életadó megigazulás árad minden emberre. Amint ugyanis egy ember engedetlensége miatt bűnössé váltak sokan, úgy egynek engedelmessége miatt igazzá válnak sokan. Közbe jött a törvény, és vele szaporodott a bűn. Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint halált hozóan uralkodott a bűn, úgy uralkodjék örök életre szóló megigazulással a kegyelem is, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Szent Lukács könyvéből. Dicsőség! Egy alkalommal így szólt Jézus tanítványaihoz, cipőtök legyen fölövezve, égő mécsessel kezetekben, hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, fölövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körül jár és kiszolgálja őket. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig tudjátok meg, ha tudná házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára ébren volna, nem engedni betörni a házába. Legyetek ti is készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az emberfia. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim! Emlékező mai napon, ahogy a szentmise kezdetén is mondtam, minden szentek ünnepe van, emlékezünk mindazokra, akik a lelkekre, akik Isten végtelen irgalmából, Isten szeretetébe az örök üdvös jutottak,
és az örök üdvösséget elnyerték. A dicsőséges egyház ünnepe ez, s ma délután pedig az egyház felölti fehéret letéve, felölti a viola vagy a fekete miseruhát, és ebben mutatja be a legszentebb áldozatot. Halottak napjára készülünk, halottak estéje van ma. Engedjék meg, hogy a mai napon egy nem prédikáció, prédikáció helyen van ugyan, de igen jó gondolatok ébresztését találtam az úgynevezett Adorimus havi folyóiratunkban, és ezek adják a gondolatot a mai estén valamennyiünk számára. Halottak napja. Magyar nép életében eléggé sajnos összemosódik a kettő, minden szentek és halottak napja. Ha történelmet nézzük, az egyház történelmét, akkor a minden szentek ünnepe hivatalosan 827-847 között élt 9. Gergely pápa, és az rendelte el az egyházban. Attól kezdve hivatalos ünnep, megemlékezés, a minden szentek ünnepe, a dicsőséges egyházra való emlékezés, a halottak napja, a gyertyagyújtás, a temetőkben a sírjainknak a rendbetétele, és virággal, valamint mécsessel való elmeggyújtása, az pedig 1000 körül Klüny, a mai Franciaország területén van, bencés szerzetesek tették először, és utána elterjedt az egész világon. Tehát a halottak napja tulajdonképpen a klünyi bencéseknek a gondolata ölt testet, amikor mi is ezt 1000 év után utánozzuk. Halottak napja. Minden szent misében úrfelmutatás után a pap mit mond? Íme hitünk szent titka. Valójában nyugodtan mondhatom azt, hogy egy hit titokkal állunk szembe. Ahogy majd halljuk itt a szövegben is, érdekes. Test elmúlik az ember a halállal befejezi földi életét, de van valami, ami az emberben örök életet biztosít, és ez a halhatatlan lélek. Ime hitünk szentitka, mondtam az imént. Figyeljük meg ennek a gondolatának a tovább részletezését. A hitünkből következő józan megfontolás azt mondatja, hogy nem az a kérdés, van-e élet a halál után, hanem az, van-e élet a halál előtt. Életnek, valódi életnek, Istenbe begyökerezett életnek tudhatjuk-e azt a néhány évtizedet? Egy jó és igaz módon megélt földi pályafutás után hívő bizalommal állhatunk a nagy elszámolás elé. Korunk embere alig tud mit kezdeni az elmúlással, ezért nem hajlandó tudomást venni róla, igyekszik fizikailag is távol tartani magától. Az életerős, friss emberre mond igent. Szinte a test kultuszát építi köré,
azt a hamis képzetet téve mellé, hogy ez és csak ez a világ van. Itt és csak itt kell boldogulni. De a fáradtságról, a vissza nem fordítható állapotról és a meghalásról nem hajlandó tudomást venni. Kiemeli a haldoklót a családból, a szeretetének eredeti közegéből, idegen ápoló kezek, gépek közé, steril környezetbe teszi. Gyermekének sem tud mit mondani. Jobb esetben furcsa képekbe öntött hazug, angyalkás meséket az erő. Pogány szokásokkal leplezve gyenge hitét, szeretteinek hanvait a konyhai kredencen vagy az álló óra mellett tárolja, esetleg szétszórja a hegyek patakjaiban. Halottainknak megadjuk a végső tisztességet és eltemetjük őket. Imádsággal, megszentelt földbe vagy szent falak közé. Ahogyan egy baráti látogatás is felér egy fél predikációval, úgy a temetőinkben meglátogatott szüleink, papijaink és szeretteink, ha a sírjukból üzennek, tegyétek, amit Isten tett, legyetek valóban emberré. Memento mori, emlékezz a halálra, hangzik a felszólítás a ciszterci szerzetesek liturgiájában. Nincs ebben semmi fenyegetés, semmi korholás. Inkább hitünk két fontos igazságára hívja fel a figyelmet. Az első meghalás a világ értékrendjének szól. Valóban meg kell halni a hazugságnak, a bűn fejedelmének, a kísértésekbe való beleegyezésnek. Meg kell halni a semlegességnek, az el nem megköteleződésnek. A keresztvízbe belemerülve, onnan kijöve le kell, hogy csurogjon rólunk a bűn szennye, és meghalva a víz habjaiban egy új életre kell támadnunk. Az új embert már új vonások jellemzik, Efezusiakhoz írt levélből. A második meghalással, a fizikai halállal, a Krisztusba belekeresztelkedett ember végső és visszavonhatatlan lépést tesz. Belép az örök világosság konába. Vállára veszi őt a jó pásztor, élvezi az örök boldogságot a szentek társaságába. Ezért is költöznek szép és szent vonások a meghalni készülő arcára. A hit bizonyossága, a béke ajándéka és a beérkezés nyugalma. Érdekes gondolatok. Amikor emlékezünk és ünnepi szentmisét mutatunk öve mai estén a Szent Györgyi temetőben, akkor újra és újra a kérő szó találjon meghallgatásra, kezünket összekulcsolva ne szégyeljük, merjünk gondolni szeretteinkre, az örök üdvösségre, ő nekik is, ő értük is, amikor imádkozunk, de imádkozunk magunkért is, hogy Krisztus követsége által hűséges tanuként felöltve az új ember lelkületét valóban mi is majd annak idején bejuthassunk Isten országába. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, szeretteinknek, mindazokra, akikre emlékezünk, és add, hogy a nyugodalom mellett Isten végtelen szeretetének a birtokosai lehessenek. Amen.
Imádkozzunk testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, az új szeretteinkért, a hit jelében elköltöző keresztény testvéreinkért, és mindazokért, akiknek hitét egyedül csak Isten ismerte. Vedd föl, Urunk, elhunyt szüleinket, rokonainkat és barátainkat az égiek közösségébe. Kérünk téged, hallgass meg minket! Fizess meg örökjavakkal elhunyt lelkipásztorainknak, tanítóinknak és jótevőinknek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj örök békességet az igazságtalanság és a háborúk áldozatainak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Találjunk benned, Urunk, irgalmas bíránkra, ha magadhoz szólítasz bennünket a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg minket! Erősítsd meg lelkünkben a boldog feltámadás reménységét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, örök dicsőség királya, szabadíts ki minden elhunyt hívőt a tisztulás állapotából, a mennyei seregek vezére, Szent Mihály, vezesse őket a világosság országába, fogadd el könyörgésünket és engesztelő áldozatunkat azokért, akikről ma emlékezünk. Részesíts őket abban a dicsőséges életben, amelyet egykor választottaidnak ígértél, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentlégház javára. Úrunk Istenünk, könyörű gyermekeiden, szeretteinken, akiknek évfordulóján ezt az engesztelő áldozatot felajánljuk, hogyha hozzájuk itt tapadta bűnnek valami foltja, vagy ránehezedik az emberi gyarlóság terhe, kegyes jóságodra bocsáss meg néki, töröld el védkeiket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl ti hívünkkel. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. A boldog feltámadás reménye benne ragyogott föl nékünk, és így bár megszomorít a halál kényszeret, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. Ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek,
minden seregek a mennyben, a te dicsőséget én noszát zengél, sövelük együtt, vég nélkül énekeljél. Tartotta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, tegyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott tudott a tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amire tisztelet és dicsőség mind örökön öröké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyád, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te Yeah.
taríts meg kérünk, Uram, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és haj nélkül éljünk. Még a reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak, dicsőséges elijöttét. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökön öröké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntjétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghivatalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóval mondjad, és meggyógyul az én lelkem. Te vagy a megnyugvás a fáradtság után, Te vagy az élet a halál után, adj nékik örök nyugodalmat. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, fogad kegyesen, szeretteinkért bemutatott áldozatunkat és imánkat. Kérve kérünk, hogyha hozzátapad is a bűn valamilyen foltja, mossa-e meg bocsátó irgalmat, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
testvéreim, a feltámadt Krisztus jelképező húsvéti gyertya előtt emlékezzünk meg elhunyt testvéreinkről. Az élők és holtak világát a feltámadt Krisztus köti össze. Az ő világossága utat mutat nekünk, a földi élet zarándok útját járó híveknek az ég felé, elhunyt testvéreink számára pedig tényeskedik, mint örök világosság. Ezért a halottakra való emlékezésünk nem csak gyász és szomorkodás, hanem átcsillad rajta az örök élet hite és a feltámadás reménye. Hiszem a test feltámadását és az örök életet. Imádkozzuk és valljuk az apostolok hitével. Ebben a hitben s reményben emlékezzünk most az örök hazába elköltözött testvéreinkről. Testében mindnyájan összetartozunk, felelősek vagyunk egymásért. A fele baráti szeretet indítson most imára bennünket egyházközségünk minden meghalt tagjáért. Te mondottad, Istenünk, atyádat és anyádat tiszteld, könyörül elhunyt szüleinken, nagyszüleinken, akik által földi életünket kaptuk. Földi gondoskodásukat jutalmazd meg az örök élettel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörülj elhunyt testvéreinken, a hitves társakon, a jelenlévők gyermekein, rokonain, barátain, jótevőin. Add, hogy akikhez a szeretet szálai fűztek bennünket, azok a te országodban élvezhessék örök szeretetedet. Kérünk téged, hallgass meg! Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényességének. Tekints kegyesen, Urunk, elhunyt lelki atyáinkra, akik az örök élet útjára vezettek minket. A lelkekért való buzgókodásukért te légy örök jutalmuk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényességének. Az egyházközségben szolgáló elhunyt kántorokért, tanítókért is könyörögjünk. Engedd, Urunk, hogy a mennyei kórusban zenkessék örökké dicséretedet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. A templomban oltárod körül szorgoskodó, de már elhunyt harangozókért, takarítókért is imádkozzunk. Add meg nekik, hogy a mennyek országában is közeledben lehessenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Templomunk építőiért, fenntartóiért, anyagi támogatóiért is könyörögjünk. Nagy lelkűségüket, munkájukat jutalmazd örök javaiddal. Kérünk téged, hallgass meg! Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság. Emlékezzünk meg a háborúkban elesett hősi halottakról. Add, hogy akik annyit szenvedtek és életüket áldozták hazánkért, népünkért, megbocsátó irgalmadból élvezhessék örök békédet. Kérünk téged, hallgass meg! Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényességének. Foglaljuk imádságunkba mindazokat, akik temetőnkben nyugszanak, de azokat is, akik idegen földben pihennek,
de községünk lakói voltak. Kérünk téged, hallgass meg! Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik! Gyújtsunk gyertyát és mondjunk fohászt azokért is, akiknek már hozzátartozói nem élnek, vagy akikről megfeledkeztek, és akikért senki külön nem imádkozik. Kérünk téged, hallgass meg minket! Híveid teremtő és megváltó Istene, töröld el elhunyt híveid minden bűnét, hogy ezzük a nyörgéseinkre megkaphassák a bocsánatot, amelyre mindig vágyakoztak, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a vigasztaló Isten, aki kimondhatatlan jóságában megteremtette az embert, egyszülött fiának feltámadásával, a benne hívőknek megadta a feltámadás reményét. Amen. Add meg nékünk bűneink bocsánatát, halottainkat pedig vezet a világosság és béke országába. Amen. Add meg, hogy vég nélkül boldogan érjünk Krisztussal mindnyájan, akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadta a halálból. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, maradjon veletek mindenkor. Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békével. Szeretett testvéreim, hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik eljöttek a kérő szóra, és részt vehettünk a 2015-ös esztendőnek halottak estéjén való megemlékezésen. Köszönöm a kántor úrnak, Kuti Lajosnak a hűséges munkáját, az énekeseknek a becsületes helytállást, és a minisztrásoknak és mindenkinek egy szóval. Hála néked, Uram, hogy együtt lehettünk, és emlékezzünk nem csak gondolatban, hanem imádságos lélekkel szeretteinkre. Természetes köszönetet mondok a helyi televíziónak, hogy nem kértük, maguk ajánlották fel, hogy mai estét az ünnepi szentmisét és rékviemet megörökítsék az utókor számára. A hét programja itt Balaton-Szentgyörgyön, holnap, mint halottak napi reggel 8 órakor szentmise, majd kedden 9:30 szentmise és utána temetés. Majd pénteken 13:30 szentmise, utána temetés. Péntek, első péntek, este 17:00 ünnepi szentmise, előtte 17:30 gyónási alkalom. Használjuk fel és éljünk vele. Vasárnap pedig a szokott időben az ünnepi szentmise. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen. Thank you.